Kicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gyöngyösi TV nézőit, és a mai alkalommal pünkös ünnepéről fogunk elmélkedni. Mit is jelent számunkra ez az ünnep keresztények számára, illetve áttekintjük egy kicsit azt, hogy mit is jelentett a választott nép számára, az apostolok számára, a kezdődő egyház számára. Hiszen tudjuk azt, hogy ez az ünnep, Pünköst már megvolt az Ószövetségben is, természetesen teljesen másképp ünnepelték, és más volt ennek az ünnepnek a jelentősége, hiszen az Ószövetségben a Sínai Szövetségnek volt ez az emléknapja. Miért is volt fontos ez a választott nép számára? Tudjuk azt, hogy ugye a választott nép számára a legfontosabb ünnep az az Egyiptomból való kivonulás volt, amikor Isten kivezeti népét, a rabságból kivezeti népét, a fogságból, a rabszolgasorsból. Igen, ám csak nagyon sokszor ez a rabszolgasors, ez ilyen testi kivonulást jelentett az ember számára, a választott nép számára is. A Sínai Szövetség adja meg tulajdonképpen azt a lelki és Szellemi átalakulást, vagy annak a lehetőségét, hogy ez a nép valóban Isten népévé váljon, hogy valóban azokat a tetteket hajtsa végre, amelyeket Isten szeretne tőle. Tehát mondjuk, mondhatjuk azt is, hogy az ő számukra ez bünkös, de a lélek és a szellem szabadságának az ünnepe volt. És mit jelentett aztán az apostolok számára, Tudjuk azt, hogy pünköst ünnepén Jézus megjelenik apostolainak, és a szent lelket ajándékozza nekik. Viszont, hogyha megnézzük János evangéliumát, akkor azzal fogunk találkozni, hogy János evangélium egy kicsit másképp írja le ezeket az eseményeket. Ezt fogom most felolvasni, ezt az evangéliumi részt, amelyet pünkös vasárnapján is fel fogunk olvasni. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap belesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az úr látára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Tehát ami különlegeset hallunk itt az evangéliumban, az az, hogy a hét első napján, tehát húsvét vasárnap, amikor beesteldett, akkor jelenik meg Jézus a tanítványoknak ott, ahol együtt vannak. Tehát a Szentlélek kiáradása, vagy a Szentléleknek a vétele, János evangéliuma szerint rögtön Jézus föltámadása után történik, és ez azért fontos, mert Jézus mint első ajándékot adja a szent lelket a tanítványoknak föltámadása után. Mondhatjuk azt is, hogy Jézusban, mint hogyha lenne egy kicsi ilyen türelmetlenség, hogy, hogy már valamit tudjon adni az apostoloknak, hogy valahogy tudtuk adja az apostoloknak, hogy ő az a Jézus, aki velük volt, aki velük járta aki kiválasztotta őket, és ezek az apostolok, akik együtt voltak Jézussal, megtapasztalják a föltámat Jézusnak az örömhírét. És ezért fontos Jézus számára, hogy minél előbb megmutatkozzon az apostolok számára, minél előbb megmutassa az ő ajándékait, hogy átadja azokat az ajándékokat, a Szentléleknek az ajándékát. És ebben a találkozásban, illetve ebben a vágyakozásban, hogy Jézus így akar találkozni a tanítványokkal, vagy így szeretne velük találkozni, egyben benne van az a kérdés is, hogy vajon mi mennyire akarunk találkozni Jézussal, mennyire tartjuk fontosnak a vele való találkozást. Jézus arra vágyik, hogy belépjen az életünkbe, ahogy belépett az apostoloknak is az életébe föltámadása után. És aztán halljuk azt is, hogy Jézus amikor odalép hozzájuk, akkor megmutatja a kezét és az oldalát. Mondhatjuk azt is, hogy a sebb helyei, Jézusnak a sebb mint egy személy azonossága, személy azonosságát is jelentik. Hiszen tudják azt az apostolok, hogy Jézus keresztre feszítették, illetve tudják azt, hogy a katona, old, katona láncsája megnyitotta Jézusnak az oldalát. És ezek a sebb ezek tulajdonképpen azt jelentik az apostolok számára, hogy az valóban az a Krisztus támad föl, akik, akit keresztre feszítettek. Valóban az a Jézus az, aki velük volt együtt az utolsó vacsora termében. És ez megerősíti őket a hitükben, hogy nem egy szellemről van szó, hogy nem egy látomás Jézus Krisztus, hanem valóban ez a föltámadt Krisztus, aki kinyilatkoztatja az apostoloknak magát, is a szent lelket ajándékozza nekik. És aztán Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy vegyétek a szent lelket. Nem azt mondja, hogy nektek ajándékozom, vagy hogy kiöntöm rátok a szent lelket, hanem vegyétek a szent lelket. Mintha azt mondana, hogy ez a szent lélek a tiétek. Itt van, és uh, itt van a szent lélek, és tulajdonképpen rátok van bízva, hogy mikor fordultok hozzá, hogy hogyan használjátok a szent lelket. Akkor fordulhattok hozzá, amikor akartok, hiszen én nektek ajándékoztam ezt a lelket. Mindig és mindenütt a tiétek lehet ez a lélek. És aztán Jézus ezt a szent lélek ajándékozását összeköti a küldetéssel. A szent lélek erőforrás a misszióhoz. A szent lélek küldetést is ad az apostoloknak. És, a, és még ami nagyon fontos ebben, hogy Jézus azt mondja, hogy a békesség és a bűnbocsánat is együtt jár a szent lélekkel. Jézus föltámadása után így köszönti tanítványait békesség nektek. Milyen fontos szó a béke, ami számunkra. Tehát ez a két szó, a szeretet és a béke az, amit a leginkább szoktunk használni, és leginkább ezeknél a szavaknál érezzük azt, hogy ezeknek a szavaknak mennyire úgy megkopott a tartalma, hogy milyen könnyen kiejtjük ezeket a szavakat, és hogy mennyire nem érezzük már ennek a szavaknak, ezeknek a szavaknak a fontosságát. Hiszen békét kívánunk egymásnak, amikor az új, új év köszöbben állunk, békéért imádkozunk sokszor a hívek könyörgésében is a szentmisében. Krisztus békét adjuk tovább a szentmisében. Minden politikus a választási programjában a békért száll síkra, de mi is tulajdonképpen ez a béka, amelyet Jézus akar adni a mi számunkra. Megint csak azt látjuk, hogy nagyon sok esetben, és ez egy óriási paradoxon, hogy nagyon sok háború tulajdonképpen a béke miatt indul el. Békét akarunk, ezért háborúzzunk. Vagy az a családon belül is a vállások egy része azért történik meg, hogy jobb békében elválni egymástól, mint állandóan veszekedni. Miért nem lehet ezt úgy fölfogni, vagy olyan logikával fölfogni, hogy hát jobb kibékülni, mint elválni? Tehát látjuk azt, hogy a békével kapcsolatban bizony nagyon sok elképzelésünk van, és nagyon sok esetben a békét teljes mértékben félre tudjuk magyarázni. Jézus nem egy ilyen békét akar, ami számunkra adni. Ez nem egy politikai béke, nem egy világ béke, nem egy olyan béke, amelyet mi sokszor úgy elképzelünk magunknak. Hanem ez a Krisztusi béke ez nem jelent mást, mint ennek a megváltottságnak a békéje. Hogy én emberként, olyan ember vagyok, akit Jézus Krisztus megváltott, aki életét adta értem. És hogy ezt a békességet hordozom magam, hogy bármi történik az életemben, bármilyen nehézség és bármilyen megpróbáltatás, ez a Krisztus, aki életét adta értem, az ő békéjében akar engem részesíteni. Igen, ám csak, hogy ezt akkor tudjuk igazán fölfogni, és akkor tudjuk valóban sajátunkévá tenni, hogyha tudunk a jövőbe tekinteni. És nem csak a földi jövőbe, hanem a mennyei örök életre. Mert Jézus Krisztus ezt a békét ezzel köti össze, hogy megajándékoz bennünket az ő föltámadásában, megajándékoz az örök élettel. És ezt a Krisztusi békét csak akkor tudjuk igazán szemlélni, és akkor tudjuk igazán fölfogni és magunkba hordozni, hogyha ott van az a tudat bennünk, és ott van az a hit, az az erős hit bennünk, hogy Krisztus ezt a békét nem csak egy ilyen földi békeként képzeli el, hanem elsősorban a Krisztus békéje az azt jelenti, ami számunkra, hogy az örök életben Istennel leszünk, hogy ezt a békét fogjuk megtapasztalni, amelyet Jézus az apostoloknak ajándékozott. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez olyan Embernek a békéje és olyan Istennek a békéje, aki valóban tudja, hogy mit is jelent a béke. Szent Ambrus a következőket írja erről: Mindaddig, amíg nem tisztítottuk meg lelkünket az önző érdekektől, különösen képen a bűnös szokásoktól, nem leszünk képesek békét sugározni mások felé. Ez is egy nagyon fontos meglátás hogy ahhoz, hogy én békét csugározzak a másik ember felé, először saját magamba kell tekintenem. Saját magamban kell megteremteni ezt a békét. És igazából ezt a békét csak akkor tudom megteremteni, hogyha a lelkemet megtisztítom az önző érdekektől, a bűnös szokásoktól, a bűnös vágyaktól. Akkor leszek igazán a béke követe. És látjuk azt a mai világban, hogy valóban úgy van, hogy a példa az, ami az embereket vonza. Tehát nagyon sok félét hallunk a tévében, az interneten, nagyon sokféle beszédet, de látjuk azt, hogy bizony a beszédnek nagyon sok esetben, illetve a kimondott szónak már nincs olyan értéke. Ami az embereket vonza, az elsősorban a példa, az élet, hogy hogyan élem én az életemet. És úgy gondolom, hogy a Szentlélek ő segítség, Ami számunkra, hogy ezt az életet valóban Krisztus igéje szerint érjük, valóban a föltámadás örömében, abban a reményben és abban a hitben, hogy Jézus az örök életet ajándékozza nekünk, és hogy bármi is történik velünk, életünk folyamán Jézus velünk van. Ez az igazi evangéliumi béke az ember számára. És ez fontos, hogy mi keresztények minél több embernek tovább tudjuk adni, elsősorban családunkban, de aztán baráti körünkben is, mindazokkal, akikkel életünk folyamán találkozunk. Adja meg a jóisten mindenkinek azt az erőt és kegyelmet, hogy ezt a Krisztusi békét valóban sugározni tudja az emberek felé. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.